Sok mindenben nem értünk egyet, kedvesem. Például nyelvi kérdésekben sem. Te elborzadsz, és téged eliszony fog, ha meghallasz mondjuk egy de viszontot. És azoknak a mondatoknak, amikben szóvalok vannak, meg izék, nem érzed az izét. Tény és való, ám de máskülönben, hogy nem fogalmaz nálad máskülönben. És mint egy bűvész húzgálod elő a kalapból azokat a szavakat, amik a hétköznapi ember aktív szókincsének nem képezik a részét már alapból. Akinek a beszéde inkább csak mordulat, és nem hemzseg mondataikban a sok pontos és találó fordulat, mint a tieidben. Amik hihetetlen mennyiségű frappáns frázissal ellepett szellemet számára szolgáltatnak keretet, és mindig kerekek. Rám nem áll a fönti állítások egyike sem. És az igéket sem ragozom ikesen. Nem beszélek pergő mondatokban, inkább vontatottan. Legtöbbször töltelékek miatt túltelített mondat szörnyeteg az, amit magam előtt görgetek. És időbe telik, míg az ilyen hátok, meg megek, meg tudod mik között, amíg beütközök. Végre kibököm a farbát is. A verbális közléseim mit mondjak, hebegősek? Nem ez az oldalom a legerősebb. Mindezt belátom készségesen. De azt mégis ellenérzéssel lesem, ahogy te a nép töltelék, kötő és csúnya szó halmozó rétegén köszörülött kéjjel a nyelvedet. És ebben vitatkoznom kell veled. Mert szerintem igenis van olyan, hogy valaki így beszél, de a szelleme közben még ragyog. Még ha a legjobb példa nem is én vagyok. És szerintem nem föltétlenül esetlen, ami keresetlen. És lehet, hogy ez a stílus nem olyan akár egy 99-es évjáratú, finoman fanyar Cabernet Sauvignonnal teli 10 dugós butéja, de azért van bukéja. Ami pedig a de viszontot illeti. Az egy állati nagy tévedés, hogy az hibás. Mi más? Hiszen azt mindenki látja, kivéve a vak, hogy vannak még ilyen kötőszavak. Egyet mindjárt leleplezek. Az ám de is. Két rokonértelmű, ellentétet kifejező kötőszó összetapadásából keletkezett. És ami még a magyar nyelven neki némi létjogosultságot garantálnos, Babics is használta. És Arany János. De nem akarok veszekedni veled, életem, csak eltérő a nyelv szemléletem. De mire ezt kimondom, a vita kulturált hangneme addigra persze megszűnt, és már rég veszekszünk, mert te úgy érzed, hogy neked esek. Pedig csak a vita stílusom az, ami az átlagosnál kicsit hevesebb. Én meg azt veszem zokon, hogy miért azon lovagolsz, hogy hogy mondom, és nem amiket mondok azokon. Szóval a ló velünk eléggé elszaladt, a cérna elszakadt, és állabál. És már egyikünk sem érvel, csak sértetten hallgat, hogy ordibál. Még végül elvágjuk a csomót, ezt a Gordiusit, és adunk egymásnak egy puszit. Az indulatok minél messzebbre ragadtak, annál nyelvesebbet és vadabbat. Szóval a kérdés továbbra is a levegőbe lóg. Nem zárult le a dialóg. A nézeteltérésnek ez a forrása nem lett elapasztva. Aminek az a haszna, hogy újra össze lehet veszni rajta. Majd, ha akarunk. És hát anélkül mi nem tudnánk ilyen klasszul kibékülni. És a szánknak se volna a csókra ilyen jó mentsége. Mert abban szerencsére egyetértünk, és nem csak elvileg, hogy mégiscsak ezt a legjobb művelni. Nyelvileg.